Tisztelettel köszöntöm Göbölös Pétert, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT vezérigazgatóját. 15 percben fogunk most beszélgetni. Több témánk is lesz a beszélgetés folyamán. Elsőként az országos vándorgyűlésről szeretnék érdeklődni. A 150. jubileumi vándorgyűlésre készül a Gyulai ZRT, és a vándorzászló már átvételre került. Mikor kerül lebonyolításra ez a program, és mivel készül a Gyulai ZRT? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Igen, a Gyulai ZRT életében ez egy nagy dolog, ez a vándorgyűlés szervezése. Most volt a 149. vándorgyűlés Gyula városában, gyönyörű helyen a Gyulai vár közvetlen tőszomszédságában, és Gyuláról kirajzva 700 ember ment különböző szakmai programokra a térségben. Nagyon szép szakmai és a tájhoz kötődő kulturális programokon vehettünk részt. És valóban a záróaktusa ennek az ünnepségnek a második nap végén az volt, amikor a vándorzászlót hivatalosan átvehettem. Innentől kezdve a kocka az el van gurítva. Nincs más hátra, meg kell szerveznünk a jövő évi vándorgyűlést, ami egy nagyon nagy feladat és hatalmas megtiszteltetés a Gyulai ZRT életében. 1973-ban volt utoljára a térségben vándorgyűlés. Azóta szakmai, ilyen szintű grémium előtt Tolna megye nem lett bemutatva, és ez egy olyan feladat előttünk, amit úgy kell összerakni, hogy minden fontos szegmense, ami az erdészeti tevékenységünkhöz és a vadászati tevékenységünkhöz köthető, minden szegmens bemutatva legyen, és végig élvezhető, és minden Kárpát-medencéből érkező erdész szakembernek tanulságos legyen. A szakma szempontjából ez egy kulcsfontosságú rendezvény. Mit jelenthet ez városunknak, illetve a térségnek? Hát ez ahol megrendezésre került az elmúlt 149 évben, ott mindenhol nagyon jelentős felhajtó erővel bír, hisz a Kárpát-medence tényleg minden tájáról, és hát Kis-Magyarország területéről is érkeznek szakemberek, akik azért nagyon sok esetben meghatározó kulcsfigurái annak a térségnek, ahol ők élnek. Tehát ők milyen benyomásokkal mennek el innen, az nagyon meghatározó egy táj és egy térség szempontjából. Ez így volt egyébként 100-150 évvel ezelőtt is. Pontos feljegyzések vannak róla, hogy milyen beruházások és milyen megvalósult programok után milyen visszhangok keletkeztek az akkori korban. Tamási egy rész szeletét fogja jelenteni a programnak, hisz a bázisa az Lengyel környékén lesz a vándorgyűlésnek, a közjólét és egyéb programok bemutathatósága miatt, de gyakorlatilag egészen a keleti, tehát a megye keleti részétől, Tengerész környékétől egészen Hőgyész Lengyelig bezárólag mindenhol lesznek szakmai programok. Tamásiban természetesen az Edmond-Blanc díjas vadászterület, illetve a világhírű gyulai erdőtöbbnek a szakmai bemutatása fog megvalósulni, amely elsősorban az én elgondolásom alapján most az erdőre fog helyeződni a hangsúly, és kevésbé a vadászat. A vadászati bemutatkozásunk Gyulajon hosszú-hosszú időn keresztül, most jó pár éven keresztül igen transzparens és nagyon jól médiában jól megfuttatott volt. Én szeretném, hogy lássák a cégünknek a másik arcát is, az erdőgazdálkodást. Az erdőknek a jövője az meghatározó a mi életünk szempontjából is, de a gyermekeink, unokáink szempontjából is. És egy komoly kihívást jelent a klímaváltozás időszakában ezeken az erdőgazdasági tájakon tartamosan és szép, magas színvonalon erdőgazdálkodni. Ezt Gyulajon mindenképpen be szeretnénk mutatni, de természetesen nem hagyható ki a város és a cégünk címerállata, a dám gazdálkodás bemutatása sem, hiszen ezt nagyon sokan elvárják tőlünk, ez egy sláger téma. Meggyőződésem, hogy a benevezett és érkező vendégeknek a igen jelentős százaléka erre biztos, hogy nagyon kíváncsi lesz.
Be szeretnénk mutatni a Tamási parkerdő, mint városi térségben levő parkerdőnek a működtetését és a fenntartható gazdálkodást, hisz egy jelentős lakossági nyomás és jelenlét mentén is maga az erdőnek az arca, a tájképi elemei nem változnak hosszú évtizedek óta, ami azért nagyon sok helyen az európai térségben így ez nem valósul meg. Ezt mindenképpen büszkén be szeretnénk mutatni, és természetesen itt is szeretnénk a helyi kulturális elemeket, akár népzene, néptánc, sok minden helyi művészeti kötődésű személyeknek, zenekaroknak a megfuttatását. Ugye most még az ötletbőrze kialakításánál vagyunk, de már egy forgatókönyvünk van azért. Tehát nem azt nem mondom, hogyha holnap meg kéne szervezni, meg tudnánk szervezni, de már néhány hónapon belül összeraknánk úgy a programot, hogy megszervezhető lenne. Jól tudom, hogy egy ilyen rendezvényen közjogi méltóságok is meg szoktak jelenni. Kiket hívnak majd erre a rendezvényre? Igen, hát az Egyesület egy patinás, másfél száz évnél idősebb Egyesület Európában, az egyik legnagyobb szakmai egyesület. Nagyon komoly múlttal rendelkezik mindig is az államigazgatásban és az állami vezetésben. Prominens emberek voltak a vezetői, illetve tagjai az egyesületnek, és ennek köszönhetően mindig nagy szeretettel veszik az Országos Erdészeti Egyesület meghívását az állami vezetők. Volt már vándorgyűlésen például Áder János köztársasági elnök úr, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr, Agrárminisztérium korábbi Földművelésügyi Minisztérium minisztere Fazekas Sándor úr. Én azt gondolom, hogy a jövő évben is ők mindenképpen meghívásra kerülnek, illetve természetesen országgyűlési képviselő, Süli János miniszter úr, Hét Ferenc országgyűlési képviselő úr, és aki a megyei felső vezetésbe tartozik, mindenképpen meghívásra kerülnek, aztán az ő időbeosztásokon szokott múlni, hogy el tudnak-e jönni. Hát bízunk benne, hogy erről a rendezvényről még fogunk tudni beszélgetni, amikor már jobban összeáll a program. Az előbbiekben említette a klímaváltozást, ami a második témánkhoz kapcsolódik, méghozzá egy másik projekt, ami már zajlik a Gyulai ZRT-nél, és ez nem más, mint a génmegőrzés. Mit lehet erről tudni? Azt tudjuk, hogy ugye két fajt érint az olasz molyhostölgy és a kocsánytalan tölgy, akik főszerepet kaptak ebben a történetben. Hol tart ez a program, és milyen tapasztalatok vannak eddig? Nagyon komoly energiákat ölünk abban, hisz ez egy stratégiai kérdés, és tényleg nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a 24. órában járunk. Ez egy olyan erdészeti innováció, az erdészeti genetika, ami évtizedek kérdése, hogy összeálljon, és abból komoly olyan szakmai tapasztalatok valósuljanak meg, hogy annak az eredményét utána már az erdő fenntartásánál be lehessen vetni. Azt szoktam mondani, hogy az erdészeti gyakorlatban 20 év gyakorlatot pontosan 20 év alatt lehet megszerezni, de itt az erdészeti genetikában erre most nincsen lehetőség. Tehát menet közben kell folyamatosan fejlesztenünk, és itt lényegét tekintve arról van szó, hogy a klímaváltozás kapcsán az erdészeti klímaosztályozásban már jól látható, a Magyar Tudományos Akadémiának is vannak erre komoly kutatásai, illetve sok más kutatóintézetnek és többek között az Erdészeti Tudományos Intézetnek is, hogy hogyan változik az országban a klíma. És ezek konkrét mért folyamatokat vesznek alapul, és egyre hitelesebb modellek, informatikai eszközökkel kialakított modelleken látható, hogy hogyan fog változni ez az irány. Na most gyakorlatilag, ha ezt nem reagáljuk le megfelelően, az országnak lesznek olyan térségei, ahol, vagy lehetnek olyan térségei, ahol jelenleg erdős vegetáció van, de hogy gyakorlatilag nem lesz tovább erdő, vagy ahol most jelenleg szép őshonos állományokkal, relatíve diverz, összetett ökológiai rendszerként működő erdőállományok állnak, ezek le fognak szegényedni,
és egy ilyen bozótos erdőkép várható. Nyilván ezt így ennyiben nem lehet hagyni, ennek számos, ugye az erdőnek három funkciója van, a gazdasági, a védelmi és a közjóléti. Mind a három funkcióját tekintve funkcióvesztés következhet be, hogyha az erdeinknek az értékét és az összetételét nem tudjuk fenntartani. Ezért meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy olyan genetikai állományokat találjunk, amelyek el tudják viselni a jelen körülmények között is a szárazabb, déliesebb kitettségű, rosszabb termőadottságú viszonyok között a környezetet, és ezeknek a szaporítóanyagát, jelesült tölgymakját a két tölgyfajnál begyűjtve, ezeket csemeteként tovább növesztve, vagy magtermelő plantázsok létrehozásával a jövő szaporító bázisait létre kell hozni. Ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, óriási rá az igény. Gyakorlatilag néhány hete, talán egy hónapja volt nálunk egy konferencia ezzel kapcsolatosan, amit a NÉBIH, a NAIK RT és a Gyulai ZRT, a mi házigazda szerepünk mellett hoztunk tető alá. Nagyon sok szakember volt itt az országban, de akkora rá az igény, hogy a konferencia végén volt, aki már konkrétan kereskedelmi igénnyel állt elő, hogy ő már most venne, sőt már határon túli megkeresés is érkezett ezzel kapcsolatosan. A beszélgetések végén általában jövőbeni tervekről szoktak szólni, illetve érdeklődni. Én is egy jövőbeni tervről érdeklődnék, ami tudom, hogy már van, hiszen 2021-ben lesz egy világkiállítás, amelyhez Magyarország kapta a jogot, hogy megszervezze, és ez Budapesten kerül megszervezésre. Úgy tudom, hogy ebben is van jelentősége a Gyulai ZRT-nek. Méghozzá miről van szó? Igen. Hát az 1971-es vadászati világkiállítás annak idején egy hatalmas nagy formabontó világkiállítás volt, ugye vasfüggöny mögött egy nyugat-európai országokat igen intenzíven bevonó világkiállítás volt, amelynek azt lehet mondani, hogy évtizedekre kihatása volt a vadászati szakmára, szakákra, sőt még némileg az erdőgazdálkodásra is, és akkor is úttörő volt, és nagyon lelkes programadó hely volt a Gyulai ZRT jogelődje. Most sem lesz ez másképp. Ez a 2021-es világkiállításra aktívan bekapcsolódtunk. Én nagyon szeretnék olyan beruházásokat, olyan fejlesztéseket, olyan előremutató innovációkat bevezetni a világkiállításig, ami akkorra már bemutathatóvá válik, és utána is fenntartható módon akár évekre, évtizedekre meghatározhatja pozitív irányban a cég életét. Én nagyon hálás vagyok az elődöknek, a 68-69-71-ig terjedő időszakban végrehajtott fejlesztések kapcsán. Éppen a Gyulai Dámrezervátum a legjobb példa erre, hogy hány olyan jó ötlet és hány olyan fejlesztés valósult abban az időszakban meg, aminek most mi a késői utódok 2018-ban is haszonélvezői vagyunk. Van, ami ilyesmit szeretnék én a 21-es világkiállításra összehozni. Hát remélem, hogy addig még lesz erről alkalmunk részletesen beszélni. Most még nagyon iniciális állapotban van a fejlesztési sorunk, de azért nem tétlenkedünk ebben a kérdésben sem. Így van, én is bízom benne, hogy fogunk tudni beszélgetni, akár még az elhangzott témákról külön-külön is, a közeljövőben, illetve a jövőben. A közelgő vándorgyűlés szervezéséhez nagyon sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem és meghívtak.